Folytatódtak a Mercantil Bank MB2 küzdelmei. Csapatunk Szolnokra látogatott. Vendéglátóink az odavágon elvitték mind a három pontot, úgyhogy volt miért visszavágni nekik. Csapatunkban ezen a meccsen mutatkozott be bajnokin Gengelicki, Csilus és Szilágyi, míg a hazaiaknál Villám és Lőrinci. A mérkőzést Takács Péter vezette, segítői Szilágyi Norbert és Punyi Gyula voltak. Az első helyzet a 11. percben volt, a góllövő listát vezető Gajdos próbálkozott kétszer egymás után, a gól azonban nem jött össze neki. Nem úgy, mint a túloldalon Gengelickinek. Gólér szögletét a hosszú oldalról Fülöp szelidítette meg, majd nyeste vissza az ötösre, télen szerződtetett középhátvédünk pedig nem hibázott. Első meccsén megszerezte első gólját a soriban, a mérkőzés 17. percében. Nem adták fel a hazaiak, ám ezúttal is Gengelicki volt a főszereplő, Gajdossal szemben szerelt utolsó emberként nagyszerűen. Fél óra játék után Roxin próbálkozott, középre tartó lövését Holzer látványos mozdulattal ütötte oldalra. 10 perccel később Korozmán szerezte vissza becsúszva a labdát, középre centerezett, beadásáról csak éppen hogy lemaradt Szilágyi. A félidő vége is a miénk volt, itt éppen Csilus iramodott meg egy lecsorgó labdával, majd Vermes mellett elrúgta azt, kaput azonban nem talált. A második félidőt is szenzációsan kezdtük, Góhér pontos átadása Csilushoz került, szélsőnk pedig a legjobb ütemben passzolt Sándorhoz, akit Vermes elgáncsolt, a játékvezető határozottan mutatott a 11-es pontra. Az újdonső csapatkapitányunk Gyepes Gábor vállalta magára a végrehajtó szerepet, és higgadtan rúgta el Somogyi mellett a labdát. Az 57. percben Szilágyi került lövőhelyzetbe, jól is lőtte meg a labdát, de Somogyi is résen volt. Egy labdavesztés követően gyorsan támadásba lendültek a hazaiak, Roxin tálalt a kaputól 12 méterre álló Gajdoshoz, ám a csatár fejese célt tévesztett. Egy fontos momentum, Gárdos András állt be Csillus Ádám helyére a 70. percben. A gólja pedig nem is maradt el, Gyepes szedett össze egy lepattanót és játszotta magát tisztára, majd a lesvonalról induló Gárdos elé tálalt, aki a kifutó kapus mellett ügyesen átemelt a labdát és megadta a kegyelemdöfést a hazaiaknak. Szélsőnk első gólját szerezte bajnokin a Soroksárban. Csapatunk pedig nagyon fontos pontokat gyűjtött és megkezdte a felzárkózást a bennmaradáshoz. Jövő hét szombaton pedig a Csákvár elleni hazai meccsen folytatja tovább a harcot. Szolnoki MÁV FC, Soroksár SC 0-3. Amire készültünk, azt végre tudták hajtani a játékosok. Gondolom most nagyon elégedett vagy. Nem ilyen egyszerű, hanem elégedett természetesen. Én nem az a típus vagyok, aki elégedett van, de hát azért ma örüljünk ennek a sikernek. Voltak azért nehézségeink a mérkőzés alatt. Az az igazság, hogy akkor volt egyszer-kétszer szerencsénk is, úgyhogy örülök ennek, hogy ezekből a fordulópontokból jól jöttünk el. A srácok ma valóban fegyelmezetten is akarták a sikert, meg is lett az eredmény. Fantasztikus védőpárosunk van, lehozták gól nélkül a meccset, plusz kettőt vágtak. Így van, reméljük, hogy ez megmarad ez a jó szokásuk, hogy mind a kettőt teljesíteni fogják, akkor nagy bajunk nem lesz. Bármilyen furcsa hangzik a számból, egy 0-3-as mérkőzés után nem volt különbség a két csapat között. Annyi, hogy a fordulópontokból a soroksári csapat sokkal jobban jött ki. Első fél időben azt gondolom, 0-0 nekünk van nagy helyzetünk, ha jól emlékszem, kapufa is lett belőle itt a Gajdosnak. Másik oldalon pont rúgásból gólt kapunk. Sajnos rá egy 11-esből, amit sajnos meg kell néznem. Ilyet a mezőnyben körülbelül 10-15-öt nem fújt le a Spori, itt befújta. Ezzel ellen nincs is sajnos ilyen a futball. Tudtuk azt, hogy egy borzasztó nehéz mérkőzés elé nézünk, ugyanis a Soroksár jól erősítette, nem tudom a mérkőzés előtt, hogy nem kieső csapat. De ennek ellenére tudtam azt, hogy racionálisan futballozik, és el akarja rontani a játékunkat, tehát nem feltétlenül építő jellegű. Ez be is jött, mert abszolút racionálisan hosszú labdákkal futballoztak, nem volt bennük labda kihozatal, de ez a racionalitás nekik ma bejött, mert abból a két szituációból nagy előnyre tettek szert, például mondom a szöglet, és a 11-es, én azt gondolom, onnantól kezdve már nagyon nehéz lett volna.